Appel Szoffer Ágnes, a város polgármestere elmondta, hogy továbbra is a magas színvonalú és a kifogástalan ellátás a cél. Ja, már több mint egy évvel ezelőtt döntött a képviselőtestület arról, hogy kiválunk a Szekszárddal közös társulásból, és átadjuk a Máltai Szeretett Szolgálatnak a Tolnai Idősek Otthonát. Sajnos nem sikerült január 1-től, azt szerettük volna, hogyha mindjárt január 1-től sikerül átadnunk. Ez nem jött össze, viszont július 1-től nagy-nagy örömünkre sikerült végre átadnunk az intézményt. Eddig a Családsegítő Központ működtette, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalat igyekeztünk az intézménybe képviselni, de hát nekünk ez nem a profilunk, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre sikerült a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak átadni, hiszen nekik ez egy nagyon fontos profil az idős emberek ellátása, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akár az ott dolgozók, akár az ott élők és a hozzátartozók megelégedésére történik mindez. Mindenki maradhat az intézménybe, akár dolgozó, akár ellátott, és én nagyon remélem, hogy az átállás zökkenőmentes lesz. Az átadás átvétel megtörtént, úgyhogy én a legjobbakat kívánom az ott élőknek és az ott dolgozóknak is. Jónás Gergely, a Dél-Dunántúli Központ regionális ügyvezetője beszélt az intézmény működésével kapcsolatos elképzelésekről. Volt már több mint egy éves tárgyalás és egyeztetési folyamat előzte meg ezt az időszakot, ami alatt több kérdés felmerült, több tisztázandó dolog, több olyan ügy, amit majd a jövőben orvosolni kell. Itt elsősorban ugye a korábbi szexuális térséggel kistérségi társuláshoz való tartozás utáni időszak, tehát az azt követő időszak feladatait kellett egyeztetnünk, de szerencsére az állam is hozzájárult ez az átadás átvételhez, úgyhogy most már július 1-től hivatalosan a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartója ennek az intézménynek. Azt gondolom, hogy ha most hirtelen ebben a pillanatban, nem sokkal az átvételt követően meg kéne mondanom, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék, az egy prioritási sorrendben először biztosan az, az intézménynek a működési feltételeit, a gazdálkodását, a humán erőforrás kérdéseit kell napirendre vennünk. Értem ez alatt például azt, hogy a jelenlegi létszám nem elég arra, hogy ezt a 42 főt folyamatosan északi műszakban és a hétvégi nap és ünnepnapokon is megfelelő létszámot tudja ellátni. Ezzel foglalkozunk kell. A gazdálkodásában vannak jelentős kérdések, ami a hosszú távú fenntarthatóságnak mindenképpen egy alapfeltétele lesz, hogy ezeket rendbe tegyük. De természetesen nem várunk, tehát ez idő alatt én azt gondolom, hogy a mindenképpen párhuzamosan már el fog kezdődni a lakókat érintő bizonyos fejlesztések, programok bevezetése, ami a máltai intézményeket egyébként általában jellemzi is. Tehát amikor egy intézmény fenntartóváltás történik, és hozzánk kerül egy intézmény, akkor az mindig az első között szerepel, hogy ha nem volt eddig, legyen például olyan gyógytorna foglalkozás, állatasszisztált terápia, kirándulások, kimozdulás, ami egy picit az időseket ebből az árt térből, ami egy idős otthon kimozdítja, vagy behoz olyan szolgáltatásokat, amit egyébként elérhetővé tudunk tenni az ő számukra. Még az nagyon fontos, hogy a Tolnai intézmény a Szekszárdi Palánki úti intézményünkkel együtt alkot egy intézményt két telephelyen, és ez azért nagyon fontos, mert hogy az idősek állapota és a lehetőségei, képességei is különböző ellátási igényeket vetnek fel. Egy nehezebb, mozgásában korlátozottabb állapotban lévő idősnek inkább magasabb ápolási szükséglete szokott lenni erre, jobb, ha egy olyan intézményi feltételrendszer áll rendelkezésre, ahol kicsit a kórházi ápoláshoz, a kórházi ellátáshoz hasonló vagy ahhoz közelítő ellátás áll rendelkezésre, és az is jó, hogyha valaki még nincs ilyen állapotban, hanem fentjáró, jó egészségnek örvend és önellátó akár, ő neki meg ezt a feltételrendszert tudjuk biztosítani, és csak olyan mértékben szolgáljuk ki, amilyen mértékben erre neki szüksége van. És a két intézmény ebben egy picit különbséget fog, két telephely, egy intézmény, kicsit különbséget fog jelenteni. A magasabb ápolási szükségletűek számára a Szekszárdi Palánki út az egy jobb
feltételeket biztosító intézmény lesz, és a jobb állapotban lévő fenntartó idősek számára pedig inkább a Tolnai intézmény lesz hosszú távon. Azt gondolom a megfelelő helyszín. Az új fenntartó mellé új nevet is kapott az épület. A Gondviselés Háza Tolnai Idősek Otthona néven működik tovább.